Jó estét kívánok! Február 19-e a Magyar Ápolók napja. Ekkor született Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápoló. Ennek apropóján tartják minden évben ezt a jeles napot az egészségügyi intézményben dolgozók. Mindig van egy országos vonatkozása ennek a történetnek, és Fehérváron is mindig megtartják ezt a jeles ünnepet. A stúdióban köszöntöm Szabó Bakos Zoltánnét, Fejér megyei Szent György kórház ápolási igazgatóját, Fodor Szilvia vezető asszisztenst és Kocsis Erika műtős szakasszisztenst, akik az idei díjazottak lettek. Erről majd egy picit később beszélünk. Most egy picit beszéljünk arról, hogy ahogy mondtam a felvezetőmben, ez egy jeles évforduló. A Fehérváron két napot is erre szánnak. Ugye tegnap, illetve ha jól fogalmazok, hétfőn volt ennek az eseménynek a kezdési pontja, amikor is megkoszorúzták Kossuth Zsuzsanna szobrát, és a keddi napon pedig átadták a szakma elismeréseit. Beszéljünk egy picit ennek a jelentőségéről, illetve erről a programsorozatról. Hát Kossuth Zsuzsanna születésnapja ugye nagy jelentőségű a magyar ápolók életében. 2006 óta tartunk ünnepségeket itt Székesfehérváron, de 4 éve a Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés a Magyar Ápolók napjává nyilvánította február 19-ét. Ez nagyon nagy jelentőségű az ápolók életében, és miért éppen Kossuth Zsuzsa születésnapja. Azt gondolom, hogy a magyar ápolás történetében nagyon nagy fázisok vannak, ugye ez elindult a családi, a rendi ápolástól, az iskolásított ápolási oktatáson keresztül, és mindig nézzük a nagyjainkat, hogy kik azok, akik egy ország, egy nemzet életében nagyon sokat tettek. Meg kell említenem Florence Nightingale-t, a krími háborúnak a lámpás hölgyét, az ő születésnapja május 12, akkor nemzetközi ápolónapot ülünk, és február 19-én pedig Kossuth Zsuzsannát. Miért is van ennek jelentősége? Sokáig a Kossuth Zsuzsát egy kicsit feledésbe tették, hiszen a szabadságharc idején ő a tábori kórházaknak volt a fő megalapítója, 72 tábori kórházat hozott létre Kossuth Lajosnak, ugye a bátyjának a meginvitálására. Kossuth Zsuzsának az érdemeit nagyobb előbb hozta létre, mint Florence Nightingale, és mégis mostanában fedeztük fel, hogy ő milyen nagyot tett. A tábori kórházaknak a szervezésével, önkénteseknek a toborzásával ő megteremtette azt, hogy a sebesülteket ugye ápoljuk, önkénteseket szervezzünk. Ez például Munkácsi Mihályt is megihlette, hiszen a tépést csinálók, ugye az ennek a szervezkedésnek a ihletése, hiszen az önkéntesek a kötszereket ugye tépésként tették, és ugye ezt is megihlette, és Kossuth Zsuzsának a tettei után neki emigrációba kellett vonulni. Először ugye Brüsszelbe ment, majd később ugye csipkeveréssel tartotta el családját, és később ugye New Yorkban halt meg. A Magyar Ápolási Egyesület fölkarolta az ő érdemeinek elismeréseként ezt az ügyet, és ezért tavaly évben a 200. születésnapjára emlékévet indított, és Magyarországon a 200-as évforduló nem volt olyan egészségügyi intézmény, olyan ápoló intézet, hogy ne emlékeztek meg volna róla. Tudunk-e számot mondani, hogy mondjuk, hogyha csak Fehérvár, illetve Fehér megyei Szent György kórházra gondolunk, hány ápoló dolgozik jelenleg? Hogyne, a Székesfehérvári Szent György kórházban ugye kettévehetem ugye szakdolgozókra és ápolókra, ugye az ápoló is szakdolgozó, de az ápoló, aki közvetlenül a beteg ágy mellett van, és három műszakban, tehát folyamatos munkarendben az év 365 napján ott áll a beteg ágy mellett, ők az ápolók, ebből 980 fő van a kórházban, és mint asszisztensek, ebben a műtősnőtől az anesteziológusig, az endoszkóposig, a rendelőintézeti asszisztensig, és sorolhatnám, közel 1400-an vannak. Na hát ezekből a számokból
kerültek ma ki azok, akik elismerésekkel gazdagodhattak. De ne is szaladjunk ennyire előre, hiszen te a hétfői napon Budapesten volt egy jeles rendezvény, amikor is miniszteri elismerést, és Prosanitate díjat is átvehettek fehérvári kollégák. Így van, hát ez nagy öröm, és én azt gondolom, hogy minden ápolás vezetőnek és a kórháznak egy nagy elismerés, hogyha az általuk javasolt kollega miniszteri elismerésben részesült, és a tegnapi országos ünnepségen az egészségügyi államtitkár Prosanitate emlékérmet adott át Fodor Szilvia kolléganőnknek, akikre nagyon büszkék vagyunk. Szívből gratulálunk. Ugye volt még egy kolléganő, aki egy miniszteri elismerésben részesült, Szilvi pedig eljött és elmondja nekünk, hogy miért érdemelhette ki ezt az elismerést. Köszönöm szépen. Nagy örömmel töltött el, hogy gondoltak rám és felterjesztettek erre a díjra. Én 1992-ben kezdtem el dolgozni a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban. Akkor két műszakban osztályos nővérként tevékenykedtem, majd a műtőben töltöttem el 2 évet. Aztán gyermekem született, és a szülést követően a sebészetre kerültem vissza. Akkor az ottani ambulancián dolgoztam, majd főnővérhelyettesként és főnővérként dolgoztam a sebészeten. 1 éve a 2-es járóbeteg szakrendelőnek a vezetőasszisztense lettem. Az egy kérdés, hogy miért, mivel érdemelheti ki ugye ezeket a díjakat, illetve ugye az elhangzott ezen a rendezvényen, hogy nem csak a szakmai múlt, illetve nem csak az számít ahhoz, hogy mondjuk hány évet töltött el ebben a szakmában, hanem nyilván emberi tényezők főleg, amit mondjuk a betegek visszajelzései alapján Igen. is tudnak. Hát talán szívi szerénységével én azt gondolom, hogy egy közösségben példaképpé válni, az a hosszú évek alatt alakul ki. Én ezt gondolom, ehhez kell az, hogy kiváló szakmai ember legyen, kiváló szakmai, képezze magát, ugye Szilvi diplomás ápolói végzettséget szerzett, önmaga tanít évek óta, részt vesz az ápolók mind iskolarendszerű, mind iskolarendszeren kívüli képzésében, ugye szakdolgozói kamarában tisztséget visel, tehát szakmai érdekvédelmi tevékenységet is ellát, mint minden nap ez érvényesül, és azt gondolom, hogy mintaadó szerep abban a közösségben. Hogyha egy picit beleláthatnak a nézők egy napi munkába, akkor hogy kell elképzelni ennyiféle tevékenységet? Tényleg sokrétű tevékenységet folytatok. Igaziból nem is napra tudnám ezt levetíteni, hanem a 7-5 napja oszlik meg nekem egy kicsit változatosan. A mindennapjaimat a szakrendelőben kezdem. Ugye nálunk akkor a reggeli órák a leghúzósabbak, hiszen akkor szembesülünk azzal, hogy mindenki munkaképes-e, és tehát ott nekünk mindenképpen meg kell oldjuk azt, hogy minden orvos mellett legyen egy asszisztens, aki segíti az aznapi munkáját. Ez néha nagyon komoly nehézségeket gördít a reggeli kezdésekbe. Utána... Ezt hogy kell elképzelni, bocsánat, hogy közül szólok, hogy jönnek a telefonok, hogy egyes igen, osztályokon hogy hiányoznak, nem, és akkor pótolni kell. Így van, így van. És sajnos a rendszerünk tartalékokkal nem nagyon rendelkezik, így vannak rövidebb rendeléseink, és tényleg nagyon nagy és komoly logisztikát igényel az, hogy hogyan tudjuk a kolléganőinket egyik rendelésről a másikra átcsoportosítani. Ez nagyon nagy toleranciát igényel a velünk együtt dolgozó orvosoktól is, hiszen sajnos előfordul, amikor néhány percig az orvosnak egyedül kell tartózkodnia mondjuk egy adott rendelésen, és esetlegesen kell, hogy várja az asszisztenst, aki még az előző rendelést nem tudta befejezni. De ez nem mindennapos probléma, hanem például most az influenzás időszak idejében ez gyakoribbá válik. No, és akkor ez csak egy része a munkának? Igen. Ezek mellett járok még ki a Bugát szakképzőiskolába óraadóként, illetve a kórház által szervezett képzésekben is részt veszek, mind a gyakorlati, mind az elméleti képzésekben. És ez belefér 8 órába? Nem fér bele. Természetes a felkészülés, vagy azok a feladatok, amik nagyobb koncentrációt igényelnek, azok az otthonomban
folytatódnak, és ezeket ott tudom nyugodt körülmények között elvégezni, hiszen a rendelőben közel 150-en dolgozunk. 150 emberből valakinek mindig adódik valami problémája, és ott természetes, hogy az ajtót senki előtt nem csukjuk be, és én magam sem csukom be. Tehát azokat a feladatokat, amik tényleg nagyobb összpontosítást igényelnek, azokat otthon végzem. No, hát akkor ez volt a fehérvári elismerés, és akkor volt egy Budapesten rendezett, ugye, amiről már beszéltünk, elismerés átadás, amikor is Kocsis Erika is kapott, illetve ez a Fehérváron történt, elismerés, az év asszisztense díjat kapta, ugye 27 éves munkaviszony után. Igen. Gratulálunk egyébként az elismeréshez. Miről szólt a méltatás? Ugye azért elég sokat mondtak ott az ünnepségen. Nagyon-nagyon szép elismerő beszédet kaptam, nagyon megható volt, nagyon boldog voltam. 27 éve dolgozom a műtőben, szakdolgozóként, egy nagyon szép, zárt világ. Csodálattal tekintek rá a mai napig, egy igazi szerelem ez részemről. Az idősebb kolléganőimtől kapott munkaszeretet, munkához való hozzáállást, ezúton szeretném megköszönni nekik. A munkáját hogy kell elképzelni egy nap? Leginkább alvó embereket lát? Most nekem így hirtelen ez jut eszembe, hogyha műtőben dolgozik, hiszen a pácienssel, akkor így jöhet a kapcsolat. Tulajdonképpen mi nem tudunk kommunikálni a betegekkel. Az előző nap kiírt műtéti programra mi már előző nap készülünk, műszereket előkészítjük, sterilizáljuk. Egy lélektani felkészülés is van ebben, hiszen odaállni egy műtéthez felkészülve borzasztó precizitást és koncentrációt igényel. Igyekszünk maximálisan helytállni. És hát nagyon nagy a felelősség egyébként, gondolom, hogy az egészségügy bármely más területén, de főleg azért itt a műtétek kapcsán azért eléggé oda kell figyelni. És egyébként mindig ezen a területen dolgozott műtősként? Én érettségi után egyből már a szakközépiskolában eldöntöttem, minden vágyamat feladtam, hogy orvosi egyetemre szerettem volna menni főiskolára, de ahogy bekerültünk a műtőbe gyakorlatra, én minden álmomat feladtam, és ez volt az egyetlen célkitűzésem, hogy itt dolgozhassak a műtőben. És ez marad nagyon. Is, gondolom, akkor nyugdíjba vonulásig. Szerintem igen. Milyen átjárási lehetőségek vannak az egyes területek között? Hiszen azt hallottuk, hogy Szilvi is azért volt egy pár területen, Erika nem. Nyilván ez valamennyire személyi indítatásból is jön, hogy itt szeretnék maradni, de ahogy hallottuk ugye a szakrendeléseken, lehet az, hogy ahogy mondta is, hogy nincsenek plusz emberi erőforrás tartalékok, tehát hogy egyes területekről át kell csoportosítani, tehát valamennyire azért belelátnak egymás részébe. Hogyne. Én azt gondolom, hogy amit Erika is meg Szilvi is elmondott, ezek mind ugye háttérmunkák, hiszen nekünk egy a cél, a betegek gyógyításának segítése. Ebben ugye egy team dolgozik, orvos, szakdolgozó, és ugye a kisegítő állomány. Az, hogy mi háttérben megszervezzük a munkákat, ebből a beteg semmit nem észlelhet. A beteg azt érezheti, hogy az egészségügyi ellátás érte van az ő gyógyulásáért, az ő állapot javításáért. Az, hogy mi a szakdolgozóknak az átcsoportosítása, illetve ugye azt mondom, hogy van egy karrierút a szakdolgozók kerében is, és megpróbáljuk ebben őket segíteni. Hiszen ha egy háromszakos ápoló ugye teljesít a betegosztályon, és Nátán családi örömök elé néz, és a gyermekét, hogy el tudja látni, egy műszakot szeretne, akkor őt átirányítjuk a rendelő intézetbe, hogy ott végezhesse a munkáját, és tényleg odaérjessen a gyereké, ez az óvodába, vagy reggel el tudja vinni az iskolába. Ezek nagyon fontosak. Aztán az, hogyha valaki tanulni szeretne, ugye Erika belgyógyászaton kisnövérként kezdte, de ez volt az álma, ő műtős nő lett. Az, hogy Szilvi tanult, hogy diplomás ápoló lett, tehát ezeket a lehetőségeket mi mindig megadjuk, és nagyon-nagyon fontos, hogy az egészségben nagyon nagy a szakdolgozókörben és a szakosodási lehetőség, hiszen
számtalan szak van, ahova nekünk teljes szaktudásunkkal oda kell állni, az orvos munkáját segíteni, és természetesen ezen keresztül a betegek gyógyulását. Tehát nagyon sok tanulási lehetőség van, és kell is ahhoz, hogy ők teljes erővel ott tudjanak állni. A kedden megszervezett ünnepségen azért előadások is elhangoztak, és főigazgató úr felvázolta a jövőbeli terveket, amit ugye láthattak a nézők is talán, hogy azért a következő években bővülni fog a kórház, nagyon sok fejlesztés előtt áll, és hát ugye az elmúlt évtized alatt is ugye rengeteg mindenen ment át a kórház, ha csak az új műtös részlegre gondolunk és sorolhatnánk. Egy-egy mondatban, hogyha az elmúlt 20x évet kellene összefoglalni, mennyire nagy változást, illetve fejlődést tapasztaltak itt a Fejér megyei Szent György Kórházban? Én a saját magam részéről azt mondhatom, hogy én nagy kihívásokkal álltam szembe, és nagyon nagy megpróbáltatásokon mentem keresztül, de mindig találtam olyan támogatókra, akik segítették és egyengedték az utamat, és ezt ennek az intézménynek köszönhetem. Tehát én mindenképpen azt mondhatom, hogy akit szeretne fejlődni, annak a lehetőséget megadják, és ebben támogatják. Hát én nekem bizony a 40 év, és én ha azt nézem, hogy a kórház pavilon rendszerű kórházi rendszerből, építményekből egy több tömbrendszerű, modern, kiszolgáló egység lett, a technika legmagasabb szintjét tudjuk majd nyújtani a betegeknek, és azt gondolom, hogy minden évben, ha látjuk, folyamatos fejlődéssel megy keresztül a kórház, és ez a Székesfehérvár Fejér megye betegeinek a javára szolgál. Óriási változások történtek, ugye én a sebészetről tudok nyilatkozni, ugye mind az eszközparkban, mind a műtéti technikában elindultak a laparoszkópos sebészettel kapcsolatos műtétek, ezen kívül a textil izolálásoktól eljutottunk az egyszer használatos izolálásokig, tehát minden modernebb a készülékek, az eszközök, a műszerek, minden óriási változáson ment keresztül. Köszönöm a gondolatokat. Itt a műsorunk vége felé azért még egy picit visszakanyarodnék akkor erre a jeles ünnepre, és hát nem kihagyva a többi díjazottat is szeretném megemlíteni. Tehát a hétfőn rendezett budapesti rendezvényen, illetve ünnepségen a Prosanitát elismerésben részesült a jelenlévő Fodor Szilvia vezetőasszisztens, miniszteri elismerő oklevelet kapott Nagyné Csepregi Vera, kedden pedig a kórház átadta saját elismeréseit, az év ápolója elismerést Maleckiné Lázics Andrea intenzív szakápoló kapta, ha jól mondom a nevét, és az év asszisztense pedig Kocsis Erika műtős szakasszisztens lett, és nem elfelejtve, hogy ugye van egy nagyon szép hagyomány, amikor is a kórházi dolgozók egy tiszteletbeli ápolót is kineveznek, illetve választanak, ő az idei választott, illetve díjazott, Jaskó Róbert lett az általános sebészet főorvosa. Nekik is szívből gratulálunk. Önöknek pedig hát nagyon-nagyon sok szép, további szép emléket és jó munkát kívánunk, kevés beteget, bár az mondjuk a munkájukhoz ugye hozzátartozik, de inkább minél több sikert szeretnék kívánni az elkövetkezendőkben. Köszönjük szépen minden ápoló nevében. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!